Szép napot kívánok mindenkinek, Zoom vagyok, üdvözöllek titeket! Térjünk egy kicsit vissza a szavazás témájára, amit az előző két videóban is tárgyaltunk, hogy legyen a több wild tartalom, most csak annyival akarom lerendezni a dolgot, hogy jelenleg az igenek azok alkotmányozó, mondhatni, több mint kétharmados többségben vezetnek. Ha szeretnéd, hogy ez így maradjon, akkor szavaz, ha szeretnéd, hogy ez ne így legyen, akkor is még szavaz. A szavazás még nyitva áll legalább hétfőig, úgyhogy teljesen nyitott még minden, még nagyon sokan lehet szavazni, de így is már nagyon sokan megtettétek, sokkal többen, mint ahogy én gondoltam, úgyhogy én ennek nagyon örülök. Viszont térjünk rá a mai játszásnak a tárgyára, illetve előtte nyissunk paklit ugyanis. Voltatok olyan drágák, nem is kevesen, szerintem legalább négyen, akik az elmúlt 24 óra alatt adtak nekem 80 goldos questet, különböző formákban, baráti játékban, Tavernbrawlban, meg ilyesmikben, úgyhogy az itt látható aranymennyiséget plusz a Tavernbrawlból kapott paklit, azt most ki fogom bontani, úgyhogy egy szép kis bontást tartunk. Csináljuk azt, hogy veszek egy klasszikust, és a többit elköltjük ungorul, vagy tudjátok mit? Tegyünk egy gadget számost. Klasszikusunk úgyis van, és a többi ungorós. Még úgyis van mit nyitni onnét. Jej. Na hát akkor. Egy klasszik. Hát ebből sem nyitunk izerát. Csak 40 dasztot. Viszont valami epikot vár rám. Bár szerintem minden epik megvan. Gadget számból, de... De a Dragonfire Potion is. Na hát akkor... Bontogassuk a dolgokat. A jó 40-es. Van egy-két dolog, amire gondolok, amit ki lehetne nyitni, kedves Blizzard, úgyhogy legyél kedves kitalálni a gondolataimat. Na, ez mondjuk egy egész jó pakli. Well. Ez legalább sok dust. Ez már kevés. Hát nem sikerül egyelőre a barkóba. Na, viszont legalább 50 dust fixen van, meg a hatching. Na, akkor az utolsó van, fog vajon rejtőzni? Meggondolom ebbe sem. Nyilván nem. Na gyere, mutasd meg magad. Mutasd meg magad, hogy az utolsóban van egy legendás. Jól megpörgetjük. És akkor hess. Hát így... Egy lila legendás. Na nézzük, mi az epic. Wow. Na ez azért jó, mert Glaturus úzom nem volt, úgyhogy... Megérte. Mondhatni, megérte. Na és mennyi dustot sikerül azért a sokért besöpörni, úgy látom, hogy ho-ho-ho-ho, hát rengeteget. Nézzük meg az újdonságokat, nézzük. Ó, dinoszájzom nem volt, mondjuk szerintem volt, csak már rég lebontottam. Equality-ből csak egy volt, mert ugye ami megvan az arany. És... Ez nem tudom miért járt. Jó. Hát ez jó, 50 dust. A Crusherből csak egy volt, és hát igen, az aljas lap. Ez egyébként hasznos. Tehát, hogy amennyire furának gondoltuk, elég hasznos tud lenni. Na jó van, a pakli, amivel játszani fogunk ma, és mondjuk nem így mutatom, hanem előtte megnézzük,
Szóval a pakli, amivel játszani fogunk, az eszeveszett menekülés, vagyis a Stampede. Ezt hívhatnánk akár Miracle Hunternek is, és ez egy full fun deck lesz egyébként, tehát nyilván majd játszunk vele casualban először, mert szerintem rohadtul nem létreképes. Na de, hogy játszunk vele? Úgy, hogy nem kezdünk el körvölni az elején, mint az állat, hanem megpróbálunk a Stampede-re maligenelni, hogy az fixen a kezünkbe legyen, meg egy droppokra nyilván, és így a, hát ahogy majd látjuk, hogy mennyit enged az ellenfél, meg a board, meg az ilyesmi, de kirakjuk a Stampede-t, és utána elkezdünk lényeket pakolni, alkalmasint egymanásokat, hogy minél több value-t termeljünk ezzel a lappal. És nagyjából a random beast-ekre szeretnék építeni. Tehát így nagyjából ezek a lehetőségek, legalábbis én ezt látom. Amit láttok, hogy rengeteg, szinte csak Hunter lap, és egy... mi volt az egyetlen lap, ami nem volt Hunter? Nem is tudom. Volt olyan lap, ami nem Hunter? És egy picit elbizonytalanodtam, mert úgy emlékeztem, hogy volt dispatch kodónk is, de nem. Csak Hunter lapok végig. Minden. Csak és kizárólag Hunter lap. Hát akkor ez mondhatni egy ilyen fajtiszta pakli. Wow. Tehát ez hardcore Hunter rajongóknak ajánlott. Nem is kell más tavon keresgélni, csak a Hunternél. Na jó, szóval ezt fogjuk megnézni most. És akkor kazsuálkodunk vele. Tudom, rang 10 és mit veszthetnénk, de... Nem születnek olyan gyorsan a csillagok, na. Nem tudom, egyébként nekem a létre így Hunterként nem annyira adja. Tehát én próbálkoztam Hunterrel a létrán, de... Az ilyen félig meddig. Na nézzük, hogy az ellenfelünk nagyon rossz feje. És agrosám, agroduidot játszik casualban. Vagy még rosszabb fej, és J-Druidot játszik casualban. Minden más egyébként megbocsátható, de ez a kettő, ez szerintem nem. Nem akarok trackingezni, úgyhogy ezt most így eldobom szépen. Legalább a harmadik kört meg kell várni. Igen, agro. És mekkora a pöcs? Mekkora híres pöcs ez? Most az őt kirakom, az valószínűleg egy ingyen trade, de én stampedizni akarok. Úgyhogy én ezt így megnyomnám. És akkor lehet, hogy következő körben nyomhatunk egy jó kis stampedizni. De nem, már csak két beast. Minimum a negyedik kört meg kell várni vele. Jó, üsd az arcom, te állat. Még így elég szépen hátrányba leszünk. Pedig milyen szép lenne, de... Ne kéne kezdeni tolni valamit. Mondjuk legalább ennyit. Hogy ne dögöljünk meg teljesen így a nagy board hátrányunkban. De csak akkor majd következő körben megnyomjuk a nagy mirákulumot. Ha most ez nem ver egy 8-as tarcra, akkor lehet, hogy még egy kört megvárunk, de így mondjuk szerintem nem. Tehát így muszáj lesz már lekezdeni pakolni. Ó, jó Windfury. Okay. Jó, és te legyél, kapjál valami szart. Nyilván Windfury, tehát hogy... És most még egy 4-4-et. Oh. Nem tudom, hogy egy-egyre gondoltam, whatever. Jó, én várok még egyet. Mert azt le kell szedni. Tehát ez egészen biztos. Stampede 1, 2, 3. Következő körben jó lesz szerintem. Oké, okay, az most ad egy 4-est az arcunkra. Az elég fájdalmas lesz. Plusz Hero Power, plusz még a franc tudja mi. Novice Engineer-rel játszik Agro Druid. Wow. Új dolgok. Nézzük, hogy mi az, amit kapunk. És most csöpögni fog a value. Na, belőle rögtön kettőt is kapunk, ugye? Nagy csodás. Haha, ott a Swamp King Red. És érte, csak egyet kapunk. Mert ugye a play az érdekes.
Haha. Na és akkor még egy. Ezt szerintem nem olyan rossz. Na és a Rexharunk még mindig hitelt keres, ugye? I hunt alone, ugye? Igen, szarszó vicc. Az meg egy fájdalmas taunt lesz. És főleg, hogyha erre kijön a Living Mana, a Mark of the Lotus. És most jön. És ott lesz nyilván. És hát trade minden, amit ér. Többi meg arc. Jej. Na, még egy Stampede kör? Hát mondjuk nem hiszem. Meghaltunk, tehát hogy igazából nincs mit csinálni. Most ez egy Stampede-t elnyomhatok. Valójában, de teljesen felesleges. Wind Fury-t adja. Mondjuk Divine Shield az jobb itt. Jó. Egy hiéna, ami semmit nem csinál. Tökéletesen semmit nem csinál, ugye? Na, nézzük, hogy mi lett volna a következő három lap. Nem rossz. Technikailag még nem vagyunk halottak. Meg az Unleash se lett volna rossz. Jó. Azért erre egyébként nem számítottam, hogy nem fogunk meghalni. Ez a nagy helyzet. Na és most bármit is játszik ki, ugye kivéve a summonokat, azt a dreadünk meg fogja enni. És ezt miért tudod bele? Mert a summonra semmi hatása nincs. Ez elég frankó. Mert így kell meghalni. Vagy... próbáljuk meg ezt. Wind Fury. Ami egyébként semmit nem ér, mert ez 18, meg 5. Egy off. Jól számolom. Nem. De. Ez pont egy off. Majdnem nyertünk. Ezért elgondolkodtatott. Majdnem győzelem. Majd visszanézem, hogy hibáztunk-e valahol, hogy nem ütöttünk egyszer arcra, de ez tetszett. Hát ez vicces volt legalább. No. Reméljük, hogy ő nem Silence Priest. Jó, így, hogy nincs Stampeding, nem akartam Hard Mulliganálni rá egyébként. Így most játsszuk a Hunterek megszokott életét. Aztán utána majd előadjuk a történetet. Tökéletes körvünk van, tehát hogy ennél szebb már csak akkor lenne, hogyha a kezünkben lenne a Stampede. Remélem a coint visszadelt a szerencsétlen. Jó hiéna. Nyilvánvalóan nem azt vitt el, tehát hogy... Most kitehetném a hiénát. Tudjátok miért teszem ki? Egyetlen egy ok miatt. Mert akkor 4-es lesz, és azon úgyse tud mit kezdeni. Ez az szerencsétlen. Jó. Na és akkor most ki lehet rakni a... Lehet egy Adapt, meg lehet egy Timberwolf. Vagy ha több... Oh, really?
Divine Shield is jó, plusz egy is jó, igazából nagyon sok minden jó. Wind Fury az pont nem az. Wind Fury az rohadtul nem az. Viszont akkor megcsináljuk ezt. Ha már így alakult. Szedjem le? Hát, tudok jobbat. Nem. Mert még a végén elkezd buffolgatni, azt nem tudok valamit csinálni, úgyhogy itt nem jó ez a majd ő trade-el dolog. Sajnos. Viszont huhurán egyébként jó lenne, csak semmi detrata, szinte semmi detrata nincs a deckben. Megkapott huhuránt, megcsaplak. A rovartestű hercegnek mondjuk. Mert mondjuk 5 mana 6-5-ként úgy not that bad. No, Stampede. Csak nem most. Érted, ha nem játsszuk ezt a klasszikus Hunter, tehát ha nem játsszuk ezt a Miracle Hunter-es dolgot, akkor végén még nyerünk, basszus. Nem figyelek, oda nyerni fogunk. Egyébként az előbb is nyertünk volna, hogyha az elején nem skippelünk 4 kört, tehát hogy... Hát szerintem a rovartestű hercegnőt meg kell adni. Na és akkor most ha tudunk egy Wind Fury-t rácserrenteni, akkor lehetséges, hogy mi nyerünk is. Mert ugye az 14... 14, meg a Leok, meg a Hero Power. Igen. De hát ez nyilván desz. Nem szép lett volna. Holy Smite. Holy fuck, testvére, miben játszolta? És most kéne az ötöket húzó szutykot föltenni, de hát ez nem az. Úgyhogy szerintem én most itt egy kicsit kivárok. Várok egy kör. Ugye kimentek a board clear-ek majd minden. És a legszutykabb lap, ami létezik, és hát igen. Na és akkor innét elvesztettük a történetet legalább? Na jó. Mennyivel lennék előrébb? Egyébként a világon semmivel. Ugye ez play, tehát hogy gyakorlatilag fogunk húzni. Hát mondjuk majd meglátjuk, hogy mennyit. Igen, az ad egyet. Póka pont semmire nem megyek. Megadaptáljuk a cicát. Azzal se érek semmit. Annak adunk Divine Shield-et. Ekkor aki kész a szemetet. Ezek hulladékok. Tehát konkrétan a legszarabbakat kaptam, úgy nagyjából. Mondjuk tán ez annyira nem, de hogy meh. Rengeteg murlokom van, és már mondjuk sorrend. Kirakjuk ezt, meghal, és utána megadaptáljuk a murlokokat, és megcsicskítjük a priestet. Haha. Ördögi tervek, tudom. Igen. És most felhíleled, és akkor örülsz magadnak. Ó, áthúzod. Egyik cica van, megölj a másik cicát. Fúj. Fúj. Cica gyilkos. De ha te fullos... mindenféle Dragon Priestes paklival játszol itt, akkor miért nem takarodsz a létrára? De most komolyan. Ez megint annyira gusztustalan csak, mint standardekkel wildban játszani, tehát nem nagyon, tehát csak kurvára. Teszem ezt, kiteszem a kutyákat, nem tudom akkor még mindig leszedni ezt a hú... Bár, de le tudom. Mert van nekünk ott egy olyanunk. Ez sokkal jobb volt, mint letenni ezt.
Bár miután a Priesten hílelt egy 30-at, azok után azért csak meg kellett ölni a vacsora papját. Ó, Circle of Healing. Nem. Ilyet. Gyere harcra. Mutasd meg, hogy kell Priestként smorkolni. Az igen. Anduin leszedi a kutyámat. Hát ez hihetetlen. Na jó. Na őt szedd le, légy szíves. Mondjuk ez, ha összejönne ez a Gentle meg a Saurral a dolog, hát így hihetetlen lenne. Úgy egy ötöst vegyél be arca, az mindig nagyon jó. Igen. Ne bántsd a kis egy-egyeket. Jó, Prime Muffineket nem bántunk. Ez jó. Ez ügyes volt. Ez elég ügyes volt. Na. Misszelünk eletállt. Nem. Nem hiszem. Fogyatékos egyébként az ellenfelünk. Tehát, hogy... A mérgező a legjobb egyébként, de hogy ez... Nem ismeri a lapokat, tehát így... Így fogyatékos priest. Szerintem még mindig nem érte, hogy hogyan kapott ki. De nekem tetszett. Biztosan Pidi nem volt erős, de tetszett ez most így. Még hogyha még összejött volna a plusz 3 atak, vagy csak a 2, akkor legalább a murlockokkal csaptam volna agyon, de hát így is összejött a dolog. Sebesztizett magadon. 80 elért, tehát így legyél hülye. Nem is 8-os szerintem, de talán annyi, nem tudom, mindegy. Na és akkor a nagy erőpróba. Tízes skálán mennyire lesz kalóz az ellenfelünk? Hát szerintem eléggé. Az Unleash-sel, ha sok a kalóz, amit... nem tudom. Szívesebben tartom meg a kill commandot. Azért, mert az... a tökéletes kör. Szóval, mert az leszedi a... Hát ez csak visszajön. A berserkert. Kobra. Ja nem, anakonda, bocsánat. Csodálatosan hatalmas anakonda. És neki nem lesz berserkerje. De én megoldattálnám. Jó Wind Fury? Hát akkor meg inkább az. Így nem hal bele a Ravaging Gaul-ba meg a Whirlwind-be. Csak a kettőbe együtt meg a Vorax-be. Fájdalom küldötte itt, megérkezett hozzánk. Na de. Most őt adaptoljuk meg. Hát nagyon remeg a kezem a plusz 3 atak felé, de muszáj lesz ezt. Le akartam szedni mindenképp, mielőtt többet húz belőle, mint amennyi indokolt lenne. Még le lehetett volna ki a kommandolni is, de ahhoz meg túl greedy vagyok. Kijöttél a dzsungelből, mi? Fiú. Most a nagy kérdés, hogyha kirakom a hiénát, akkor 10-es skálán mennyire szedi le? 11? Vagy 20? Bár igazából nem is kell meghalnia itt semminek. Meg tudom azt csinálni szerintem, hogy lekill-commandozom. Ezt szerintem most simán meg kell tenni.
Oké, most ha kirakja az elementát, akkor ez így rossz volt, mint a Tar Creepert. De más esetben meg nem, mert hogyha ezt belecsaptam, annak a következő körül biztos, hogy jön valami gául vagy ilyesmi, mint ahogy jön most a Slam. Fosik a fiú rendesen. Mert a kedves nagymama is megérkezik, és tiszteletét teszi a családi vacsoránkon. Nem tudom, hogy meg egy darabig még árválkodik, még nem érzem a megfelelőnek a pillanatot. Bár mondjuk lassan megöljük a Warriort. Jó, nem, hát mindjárt érkezek a nagy taunton, tehát hogy nem félek én ettől. Mint például ő. Na most. Tudunk egy olyat csinálni, kiteszem a Stampede-it, kiteszem a hiénát, aztán reménykedünk, tehát nagyjából ez a game plan most. Köszi. Erre mit lép vajon? Legalább a hiéna erősödik. Ez úgyis el fogja brólolni, tehát tök mindegy valójában. Na hát, hatalmas hiéna lett belőle, és egy jó devilszaur. De mondjuk egész jó körvet csináltunk. Jó. Neki meg nagyon sok pajzsot. És azt meg most úgyis elbrólolja. Ja, execute. Jelen, na. És top deck, tehát hogy legelső lap. Ilyet hát legutolsó gyára felhúzott. Igazán zseniális. Van egy kis tehetség az úriembernek. Mondjuk from your hand, tehát hogy remélem őt jól megöli. És akkor Devilsa úr kimegy. Mondjuk, hogyha belecsapja Devilsa úr és brawl, az nekem úgy annyira nem tetszik. De megjátsza. Ki az a fiú? Na, elbrawlozol vagy elbrawlozol? Nem hiszem, hogy most meri egyébként. Na? Na? Na, ugye letelik az ő köre, és akkor utána én ezzel mehetek arc irányba. Ó, jó hatching. No, szedjünk ebből valami állatot. Az mondjuk egy elég jó állat, azt hallottam. Rakjam ki őt. Vagy ki a kommandóda. Csak ugye a Hymennek meg kell halnia, mielőtt ő brawlozik, különben kapok két hiénát fixen, és még lehet, hogy a Devilsa úrt is, hogyha ő lesz a mákos. Nincs brawlja a barátunknak és húz. De execute-ja lesz a jogomban. Ezért a Veiu ki van nyerve. Ó, hogy halakkal alvás van. Rendben. Egyébként a Veiu game-et valószínűleg nem mi fogjuk nyerni. Főleg így, hogy az ellenfelünk 27-ben van, pont mint mi. Mondjuk a questja sehogy nem áll. Hát így 3. Kiabáltam egy picit. Túl a felén. Na, húzzunk valami izgalmasat. Jaj, a nehéz döntés. Ez a kettő együtt kellene valójában. Na jó. Stampede. Feels bad. Ez egy kutya. Kill command, egy kutya oda. Arc.
És most reménykedünk abban, hogy valami bíztet húzunk. 14 labból. Csak kijön valami bíz, basszus. Tíz mondanál azért... Pedig ez milyen jó lett volna. És elfogytunk, mint a szar. Jó. Ó. Most ezt megtoljuk? Hát szerintem... Várjuk még egy kört vele. Greedy szar vagyok, tudom, de úgyis fanboy játszuk ezt a játékot most. Tehát nem veszük olyan komolyan, mint kedves barátunk. Ezt eljátszom következő körben. De csak azért, mert hogyha ez most stampede, és nem egy manás bízteket kapok belőle, akkor... Akkor azt szar, akkor nem lehet jól megforgetni a... spellt. De majd most tolunk egy jó Miracle Hunter kört, majd megmutatjuk neki, hogy hogy kell. Tehát nem játszunk itt, hogy... Oké, most elpazaroltam egyébként 3 manát. Jó, nem igazából, de 3 manát pazaroltam, de... Sokkal többet nem tudtam volna. Ó, és... Ő magassága mindjárt Ragnarosszá fog válni. Egyébként őt se értem, hogy miért itt farmolja az aranyat, ahelyett, hogy mondjuk elmenne kekszet kapálni a nyíkba. És mondjuk ranketben játszana. Mondjuk lehet, hogy azért meg elvennék ott a pofáját ezzel a lassú szardekkel. Hát így nem tudom. Na, és csak 2 manások. Ó, jó stealth. És csigusz. A nagyságos csigusz. Mondjuk semmi izgalmasat nem kaptunk eddig. Még egy csigusz. Csiguszok mindig jók. Ez oda. Na hát nagyjából ennyi a történet. Ez a beast ez így... Hát nem tudom. Maga a lény jó, csak az, hogy elbrólolja és ő kap belőle valamit, az nem. Megüli Chiguszt. Mocskos szemét. Most nyilván a Timberwolf a következő áldozat. Na és az az, amire neki bróloznia kell. Hát ha 20 vagy 17 labból nem húzta föl, akkor semmiből, tehát hogy így... Igen... Még leszedi a hatchinget, vagy a fiery betet. És a legelső lapja volt. Csak évek óta tartotta a kezében szerintem. Jó, igen, és ő nyert egy 3-3-ost. Ez elég nagy csoda. És még légy szíves, tedd fel a fegyvert. És megöli. Ekkor egy pöcs megy komolyan. Na jó. Na akkor figyelj ide. Csibusz is kap. Cicákok is kapnak. És most nyilván az lesz, hogy fegyvert fogja, leüti ezzel, leüti azt, és akkor örül magának. Na, tedd fel a szulfuraszt. Egy igazi jós vagyok. Ó, és még meg se hal, tehát hogy nyilván. Jó, hát... Na mi az, amire szükségünk van? Mivel tudunk nyerni? Hát itt gyakorlatilag semmivel.
Tehát a dispatch kódó ér itt valamit azért, mert akkor ezt a szart le tudom írtani. De azon kívül semmi más. Hát itt nem fogunk nyerni. Pedig megpróbáltam. Én megpróbáltam a Miracle Hunter-t, én betoltam, én mindent csináltam, de hát nem. Na, örülj magadnak. Most ugye ebbe a körbe kapok 8-at, 16-ot, tehát 7-ben leszek. Felesleges. Well fought. I can see. Jaj, Isten. Na jó van, srácok, szerintem ez most már legyen ennyi. Nagyon örültem, láttátok, ez volt a Miracle Hunter, és nem volt olyan rossz, mint amennyire elsőre gondoltam, de olyan jó se volt, hogy ezt most felvigyük létrára, úgyhogy itt van. Nézzétek, vegyétek, vigyétek, ha gondoljátok, fanoljatok vele, lehet belőle kapni Swamp King Dreadet, láttátok, tök vicces volt, csak igazából az erejét nem tudtuk megmutatni, pedig az elég jó lett volna. Na jól van, tényleg ennyi volt, én örülök, ha megnéztetek, és várjátok meg a videó ajánlást, ami mindjárt következik, és amiben bemutatok majd vicces, meg kevésbé vicces, használható, meg kevésbé használható paklikat, de általában azért igyekszem kompetitív lenni, de hogy... Ez most ilyen, ehhez volt kedvem, meg akartam nézni, hogy ez a Stampede Hunter ez működőképes-e, avagy nem, és hát láttátok, hogy ez azért eléggé felemás, most ez egy quest rogue ellen nem tudom, hogy mit tudtunk volna tenni, vagy mit nem tudtunk volna tenni, meg valószínűleg a druidos meccset azt be lehetett volna húzni szépen, de hát ez most már csak ilyen. Na jól van, tényleg örültem, hogy itt voltatok, és találkozunk legközelebb. Sziasztok!